I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. Kalandos dzsungeltúra, futóverseny, tombola és egyéb szórakoztató programok várták a gyermekeket az Isten táborában, a Váci Révnél. Bánáti Anita, vezető óvónő helyettes elmondta, a Tajtódfalui Önkormányzat és a Tajtódfalui Gyerkőc Alapítvány támogatásával megvalósuló rendezvény bevételeit természetesen idén is jótékony célokra fordítják. A rendezvény bevételét az óvodáink udvari játékainak a bővítésére szeretnénk fordítani, hiszen hát sok gyerek használja az udvarokon a játékokat, gyorsan amortizálódnak, mindig felújításra, bővítésre szorulnak. A szervezők az utóbbi évek tapasztalatait felhasználva igyekeztek összeállítani a programokat. Most a program úgy kezdődött, hogy minden óvodás csoportunk adott egy kis műsort a színpadon. Egy kis egyszerű zenés tornát, így 9 órakor már tulajdonképpen megtelt a tábor területe kezdésre. Ezután következett a futóverseny, több korcsoport indult, illetve családi futam is volt. Hát annak volt a legnagyobb sikere, úgy láttam, ott volt a legtöbb induló a családi futamon, és ezután következett a 10 próba teljesítése. Idén egy kis dzsungel témát hoztunk, kalandos túra a dzsungelben, ez is a sportnapnak most a címe, és ebben a témában kell 10 próbát teljesíteniük a gyerekeknek, aminek a végén egy kis ajándékot kapnak. A 10 próba teljesítéséhez nem kevés feladatot kellett sikerrel végrehajtani a gyermekeknek. Lehet gilisztákat gyűjteni csipesszel homokban, aztán van kötélpályánk, nyomkeresés, kunyhóépítés, célba dobás, oroszlán etetés, karikákon átbújás, mocsárjárás. Ajaj, itt jön egy veszélyes szakasz. A színes programok mellett sárkányhajózás, élményfotókészítés és bográsban főtt finomságok várták a kilátogatókat az egész nap folyamán. A szülők és a gyermekek visszajelzései alapján Bánáti Anita pozitívan értékelte az eseményt. A szülőktől hallottam most az előbb, hogy szeretnek kijönni az óvodai rendezvényekre, mert ugye olyan jó ötleteket tudnak összegyűjteni, amit utána otthon is tudnak hasznosítani. Ezt pont a giliszta gyűjtögetésre mondták a homokozóban csipesszel. Nyilván ezeknek a játékoknak mindig van egy kis mögöttes pedagógiai céljuk is, egy kis finom motorika fejlesztés, egy kis mozgáskoordináció fejlesztés. Mert ezért a pedagógus énünket itt sem hazudtoljuk meg. Feeling in my body.